Súlyos fennakadásokat okoz a szűnni nem akaró havazás Ausztriában, ahol tegnap helyenként egy méternyi friss hó esett. A magasabban fekvő területeken járhatatlanok az utak, a hóviharok több tartományban is áramkimaradásokat okoztak. A zord időjárás miatt megnőtt a lavina veszély, a síterepeken egyre több a baleset. Munkagépekkel próbálták kiszabadítani a hófogságából a stájerországi Wildalpent pénteken. Az Alpok lábánál megbúvó község megközelíthetetlenné vált, miután kevesebb mint egy nap alatt 80 cm-nyi friss hó esett a környéken. A Magyarországgal szomszédos osztrák tartomány északi területein az utakat elakadt járművek szegélyezik, a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet, ne induljanak útnak. A szűnni nem akaró havazás miatt a kisebb településeken megállt az élet. A 2300 lelkes Törlben balesetveszély miatt bezárták a helyi általános iskola és óvoda épületét. A legfőbb gond az, hogy a hatalmas hótömeget még a havas eső is megáztatta. A tornaterem lapos tetejét folyamatosan takarítjuk, nehogy beszakadjon, mondta a helyi tűzoltó parancsnok. Immár harmadik napja járják megállás nélkül az utakat a hókotrók Felső Ausztriában is, ahol csak pénteken több mint 700 helyszínre riasztották a tűzoltókat. A mellékutak továbbra is járhatatlanok. A hóvihar több régióban áramkimaradást okozott. A szakemberek nem győzik helyreállítani a leszakadt vezetékeket és a kidőlt villanyoszlopokat. Helyenként egy méternyi hó esett, és még mindig havazik, közben heves széllökések vannak. Gyakorlatilag életveszélyben dolgozunk, mondta egy szerelő. Fokozott óvatosságra intik az osztrák hatóságok a téli sportok kedvelőit is a zord időjárás miatt. Felső Ausztriában a felesége szeme láttára sodort el a lavina egy 42 éves hódeszkást, aki a figyelmeztetés dacára indult neki egy meredek lejtőnek. A hegyi mentők kutyákkal és helikopterekkel keresték a férfit, akit végül súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Egy Stájerország nyugati határán lévő síterepen két nap kutatás után találtak rá egy sífutóra. Még szerda délután tűnt el, miután eltévedt a hóviharban. Végül egy rendőrségi helikopter fedélzetéről vették észre a férfit, akinek a kihűlésen kívül nem esett baja. Az alpesi országban a hétvégén még kitart a havazás. Szombat reggelre a hatóságok több tucatnyi helyszínen zárták le az utakat a fokozott lavina veszély miatt.